Lehet, hogy ma egy kicsit több témát eleveníttek fel egy felvétel során, mert nagyon sok új tétel érkezett. Az első és legfontosabb az, hogy ismételten láttam egy nagyon fontos képet, ábrát, ami a szamszáráról, vagyis a létforgatagról szól. Remélem, hogy mindenki tudja, hogy ez pontosan mit jelent. Itt ugye különböző ismétlődésekről kell beszélni, vagyis arról, hogy amíg testet kell ölteni, addig mindig megjelenünk ciklikusan, bizonyos időközönként, és azt is mondhatnám, hogy különböző korszakokban, főleg ugye a tanulságok miatt, sokszor szokták ábrázolni a szamszárát, a létforgatagot úgy, mint egy kerék, és ez azt jelenti, ugye, hogy mint ez a kerék alakú ábra, úgy mozog és forog, a létforgatag, amire azt mondják, hogy ez egy örök létállapot, Szerintem nem minden esetben, mert én azt gondolom, hogyha magasabb szellemi szintekre emelkedünk, akkor nyilván, hogy ebből a körforgásból és a ciklikusságból is ki lehet lépni, de hát ezt már csak ugye azok tudják megtenni, akik sokkal magasabb szintekre emelkedtek. És szerintem arról is beszélni kell, hogy az aranykorban nem biztos, hogy működik majd a szamszára, vagyis nem biztos, hogy újbóli testetöltésekre lesz szükség, sőt, én azt gondolom, hogy nem. Tehát nagyon fontos arról beszélni, igen, hogy lehet, hogy úgy mond ez a fajta jelenség, vagy törvény, szerűség megszűnik majd az aranykori létállapotban, és az is lehet, hogy a magasabb dimenziókban, bár szerintem ez a kétféle dolog összefügg. Lehet, hogy az ötödik D-ben majd még működik a létforgatag, de szerintem már nem ennyire erősen. De az biztos, hogy ennél felsőbb szintű kategóriákban nem, vagy legalábbis én azt érzem, hogy nem. Na most, amíg ugye 3D-ben élünk, fizikális rendszerben, addig nyilván, hogy ezeknek a testetöltéseknek meg kell ismétlődniük, és hát nem csak a testetöltéseknek, hanem nagyon sok mindennek, ami tulajdonképpen itt a bolygón ugye fent áll. Persze nem biztos, hogy csak a földi bolygóról kell beszélni, hanem a nagy egyetemességről, hiszen azt gondolom, hogy ott is minden törvényszerűen megismétlődik, és újra és újra megnyilvánul. Na most láttam egy olyan képet, amit eddig még talán nem, jó kérdés, hogy a létforgatag, vagyis a szamszára bizonyos fakkokból áll. Tehát, hogy ez igazából így néz ki. Nagyon érdekes volt ez a kép. Hát, ezek a képek igazából csak néhány másodpercre jelennek meg előttem, de ugye én ezeket fixálni szoktam, le is rajzolom, elmentem, úgymond, hogy aztán később be tudjam őket mutatni. Tehát, igen, az jelent meg előttem, hogy a szamszára létforgatag igazából így néz ki, és hogy különböző fakkok, Alkotják, ami azt jelenti, hogy egy-egy ilyen úgymond fak, vagy rész, vagy rekesz tartalmazhatja különböző testetöltéseket. Persze ezt nem szó szerint kell érteni, tehát nem úgy kell érteni, hogy az ember vagy a lélek, mint olyan, valóban bekerül egy ilyen rekeszbe, vagy fakba, de hogyha energetikailag vizsgálom ezt a történetet, akkor igen, tehát valószínű, hogy itt lehetnek különböző határok. És gondolom, hogy ezek a részek itt köztük, ez maga a köztes állapot, vagyis úgy mond a bardó. És ezek a fakok pedig jelentik a fizikális létezést, amikor ugye újból és újból testet kell ölteni, és mivel ugye ez egy ilyen ciklikus kör, ezért nyilván, hogy ez így folyamatosan halad és forog, Ahogyan mondtam, egészen addig, amíg úgymond ki nem léphetünk ebből a körből egy magasabb szinten, magasabb rezgés szinten és tudatállapotban, amikor már úgymond a megüdvözülés, mint olyan megvalósul. Na most nyilván, hogy ezek a fakkok vagy részek tartalmazzák a különböző testetöltéseket. Hát nagyon jó kérdés, hogy ugye kinek mennyi volt és van. Hogy ki mennyi ilyen részben jelent már meg alakilag. Nyilván, hogy minden egyes ilyen rekesz kapcsán más alakokat öltünk, tehát ezt igazából így is le lehetne rajzolni, és azt is gondolom, hogy ez egyfajta fogvatartottságot idéz elő, ami azt jelenti, hogy nyilván nem kerülhetünk följebb, magasabb szintekre, és mindig újra és újra testet kell ölteni, tehát az anyagi világban ugye egyelőre még részt kell venni. De ahogy mondtam, igazából ez a fajta kinyilatkoztatás így még nem jelent meg előttem, pedig a szamszáráról már nagyon sokat beszéltem, nagyon sokat rajzoltam, hát évek óta tulajdonképpen, de így ezt a képet még nem láttam, néhány nappal ezelőtt jelent meg, és egyre erősebben diktált bennem az, hogy ezt a, az ábrát mindenképpen meg kell jeleníteni, tehát volt úgymond egy ilyen kérés, hogy erről is beszéljek, mert hogy most már ez is ki lehet nyilatkoztatva, hát lehet, hogy régen még nem. Lehet, hogy eddig még senki sem kapta meg ezt a képet, nem tudom, jó kérdés. Nem nagyon láttam még ilyen ábrát. Persze lehet, hogy tévedek, de ahogy mondtam, nem igazán találkoztam még olyan rajzokkal, vagy olyan ábrákkal, amelyek azt mutatják, hogy, hogy ezek a fakok tulajdonképpen így léteznek, és hogy ezekben nyilvánulnak meg a különböző testetöltések. Magyarán egy-egy ilyen fak, vagy rész, vagy rekesz, ami energetikai rekesz, és szellemi szegmens, jelenti a mi személyes korszakainkat, a különböző testetöltéseket. Na most, hogyha itt vagyok például most, akkor Arról kell beszélni, hogy hogy voltam már itt is, itt is, itt is, meg itt is, meg itt is. És ahogy mondtam, ez így fokozatosan forog és változik, és mindig minden megismétlődik. Bár jó kérdés, hogy ezt a testetöltésemet most élem át először, vagy sokat gyer, mert az sem biztos, hogy legelőször. Az sem biztos, hogy például 2023 még csak egyszer volt. Hát gondolom, hogy sokan azt mondják, hogy persze, csak is egyszer lehetett, hát nem biztos. Az sem biztos, hogy először foglalok helyet, úgymond ebben a testben, és pont így, az is lehet, hogy ez már egyszer megtörtént, aztán valamiért visszatért. De közben nagyon sok minden más is ugye létrejött, nagyon sok más testetöltésem volt, meg igazából szerintem mindenkinek. És ahogyan mondtam nyilván, hogy itt ezek a részek közte a bardót, a köztes állapotot jelölik, amikor a lélek, mint úgymond, nincs testben, vagy nem mozgat testet, tehát igen, ezek a részek azok, amik nem tartalmaznak úgymond anyagot, fizikumot, és amikor újra testet kell ölteni, akkor újra bekerülök úgymond egy ilyen rekeszbe, vagy részbe, és akkor ebben a részben leélem azt, mit tudom én, 70-80 évemet, amíg ugye testben kell lennem, majd meghalok, majd ide kerülök a köztes létformába, majd, ha újra kell születnem, akkor újra ebbe a rekeszbe kerülök, leélem az újbóli testetöltésemet, mondjuk 60 évet, aztán megint meghalok, megint a bardóba kerülök, és akkor ez így megy tovább. De ahogy mondtam, ez igazából egy ilyen energetikai mintázat, tehát ez egy minta, és nem úgy kell elképzelni, hogy szó szerint ilyen fizikális fakokba kerülünk, de energetikailag, vagy szellemileg igazából ez így néz ki, és így van felépítve, legalábbis a ma kinyilatkoztatás szerint, amit én ugye néhány nappal ezelőtt megkaptam ajándékba, például a 981. felvétel kapcsán. És akkor beszélni kell még egy nagyon fontos tételről, ami szintén valamilyen szempontból ide tartozik. Az pedig nem más, mint a közvetítés vagy a kinyilatkoztatás, amiről már szintén nagyon sok felvételt készítettem. És ugye a múltkori előadás kapcsán megfogalmaztam egy olyan gondolatiságot, tételt, Miszerint ugye minden egyes korszakban kellenek olyanok, akik közvetítőként vannak jelen. Na most ugye arról is beszéltem, hogy rengeteg kép adódik össze, nagyon sok információ, és hát ez mindig is így volt, és nagyon nem mindegy, hogy ezeket a képeket, információkat hol, hogyan jelenítjük meg. Persze, nagyon fontos azt vizsgálni, hogy a magasabb szellemi mintából vagy a rendből milyen tételek érkeznek, és kik azok, akik ezeket veszik. Napjainkban is vannak ilyen emberek, akik a magasabb szintű szellemi minták gondolatait vagy tételeit nyilatkoztatják ki. Hát szerintem én is ilyen vagyok. Nem véletlenül az a nevem, hogy méda. Ami azt jelenti, hogy közvetítő, pontosan azt, amit ugye előbb ide leírtam, de gondolom, hogy a korábbi testetöltéseim kapcsán is hasonló feladatokat láttam el. Hát valószínű, hogy úgymond a különböző rekeszekben. Tehát biztos, hogy nagyon sok mindent hozhatunk a korábbi testetöltésekből, nyilván, mert hogy ezek nem olyan távoli pontok. Tehát arról kell beszélni, hogy igen, ezek azért valamennyire közel vannak egymáshoz. Persze tudjuk nagyon jól, hogy vannak az úgynevezett köztes állapotok, amikor nem vagyunk testben, de attól még nem felejtünk el olyan nagyon sok mindent, illetve hát arról kell beszélni, hogy nem mindenki. És nyilván, hogy emlékezhetünk arra, hogy milyen vállalással, érkeztünk, vagy milyen szellemi szerződést írtunk alá. Erre is lehet emlékezni egyébként. Tehát akkor az a lényeg, hogy napjainkban is vannak olyanok, akik nagyon erősen ennek a magasabb szintű mintának a gondolatait úgymond közvetítik, és megkapják ajándékba, és azért, hogy, hogy ezeket megjelenítsék. Na most nagyon mondtam, ezek a gondolatok érkezhetnek képként, sugallatként, vagy úgy, hogy megfogalmazódik mindez bennünk, ahogyan én is működök elég régóta, de arról is beszélni kell, hogy nyilván, hogy a korábbi korszakban is voltak ilyenek, hát gondolom, hogy most sokan különböző bibliai személyeket tudnak felsorolni. Most arról kell beszélni, hogy ma is léteznek olyan emberek, akik nyugodtan bekerülhetnének úgymond a Bibliába, mert ők is hasonló vállalással vannak jelen. Tehát én azt gondolom, hogy a Biblia például, mint olyan, nem befejezett, és nagyon sok mindennel kellene kiegészíteni, főleg olyan emberekkel és közvetítőkkel, akik ma is különböző kinyilatkoztatásokat adnak át. Na most van egy olyan gondolatiságom, vagy elméletem, hogy szerintem a különböző adathordozók vagy felületek nem véletlenül, Változtak meg az elmúlt időszakban, vagy nem véletlen az, hogy egyre több olyan felület van, vagy eszköz, ami által ezeket a képeket, információkat meg tudjuk nyilvánítani. Ugyanis a kinyilatkoztatásnak, vagy a közvetítésnek van egyfajta rendje. Na most arról kell beszélni, hogy nyilván például az őskorban sokkal kevesebb felület állt rendelkezésre ahhoz, hogy a különböző sugallatokat, képeket, vagy kinyilatkoztatásokat az akkori ottani lények meg tudják jeleníteni. Persze arról is beszélni kell, hogy nem csak a magasabb szintű szellemi rendszerek gondolatait vagy tételeit közvetíthetjük, hanem máshonnan is érkezhetnek ezek az információk, de azt lehet tudni, hogy az ember igazából úgy van felépítve, mondjuk így furcsán, hogy, hogy ezeket a képeket mindig is meg akarták, akartuk jeleníteni. Na most ugye arról kell beszélni, amit mondtam, hogy nyilván, hogy az őskorban például, és az ókorban még nem volt annyi lehetőség arra, hogy ezeket a tételeket megjelenítsék, mert, mert akkor még sokkal kevesebb felület volt, sokkal kevesebb eszköz. Viszont eljutottunk odáig mára, Például 2023-ra, hogy egyre több felület van, egyre több eszköz, és azt is látom, hogy egyre többen nyilvánulnak meg, bár szerintem nagyon sok embernek nem lenne szabad, de ez csak az én privát véleményem. Ugye nagyon sokan ma magukra irányították a kamerát és beszélnek, ha kell, ha nem. Hát nagyon jó kérdés, hogy biztos, hogy mindig fontos tételeket mondanak el, hogy biztos, hogy mindig a magasabb szintű szellemi rendszerek képét közvetítik, hát szerintem nem. Hát én nagyon jól látom, hogy kik azok, akik igen, és kik azok, akik nem. Nyilván sokkal többen vannak olyanok, akik nem, és ők igazából szerintem csak saját magukat akarják mutogatni, magyarán önmutogatással élnek, és egyfajta népszerűségre akarnak szerteni. Hát ez nem igazi kinyilatkoztatás és közvetítés, és ahogy mondtam, nem a magasabb szintű rendszerek információit továbbítják azért, hogy segítsenek az embereknek. Ez teljesen másról szól. Persze, ahogy mondtam, vannak ilyen lények is nyilván. És ők viszont én azt látom, hogy sokkal szerényebbek, nem a hírnévért dolgoznak. Ők tényleg azért vannak jelen, mert szeretnének segíteni az embereknek, mert szeretnék felhívni a figyelmet, és azt is mondhatnám, igen, hogy egyfajta szolgálattal vannak jelen. Hát, megmondom őszintén, hogy én is így dolgozom, hiszen úgy hoztam létre 980 felvételt, illetve most már van ezer felvétel is, hogy ezekért én semmit nem kértem cserébe, tehát mondhatnám azt is, hogy tizenvalány éve úgy dolgozom, hogy minden egyes ilyen tartalmat teljesen ingyen adok át azért, mert... Mert ez a feladat, és hát azért, mert az én vállalásom igazából ilyen. Persze nem mindenki dolgozik így, de most igazából lehet, hogy nem is ez a lényeg. Az a lényeg, amit mondtam, hogy a mai korszakban is vannak olyanok, akik a magasabb rendű minták elveit nyilatkoztatják ki. Mindig azt, amire szükség van, és amilyen dolgokat átélünk, és amilyen események, ugye működnek a Földön, ehhez mérten én mindig azt is mondhatnám, hogy napra készen megkapom ezeket a elgondolásokat. Tulajdonképpen elég régóta így élek. Tényleg úgy működöm, mint egy csatorna, és szerintem most mondtam ki a legfontosabb szót, mert, mert így kell lenni. Tehát az ember sok esetben itt úgy működik, mint egy csatorna, persze, ahogy mondtam, nem, ez nem mindenkire igaz. Na most, ahhoz, hogy én így működjek, nyilván, hogy nagyon sok mindent kellett egyrészt letenni, egy teljesen másfajta úton kellett elindulnom, nagyon sok mindent kellett hátrahagyni. Úgyhogy lehet, hogy a mai előadás kapcsán arról is kellene beszélni, hogy hogy hogyan lehet ilyen tiszta csatornává válni, de lehet, hogy ezt majd inkább egy másik felvétel kapcsán bontam ki. Az a lényeg, hogy nagyon fontos, hogy ezek az információk áramoljanak rajtunk keresztül, és úgy nyilatkoztassuk ki őket, hogy azok helytállóak legyenek. Na most ugye, amit mondtam, én azt vettem észre, hogy a különböző korszakok kapcsán nyilván, hogy egyre több lehetőség eszközelt arra nézve, hogy minél több mindent jelenítsen meg az ember. Szerintem ez nem a véletlen műve. Tehát az is lehet, hogy az Isten, vagy ez a rendszer egyre több mindent nyilatkoztat ki, és éppen ezért van szükség arra, hogy egyre több felület legyen arra nézve, hogy ezeket a tételeket le tudjuk írni. Magyarán mondhatnám azt, hogy itt minden mindennel összefügg. Tehát gondolom, hogy lehetett azt tudni, hogy ma egy ilyen nagyon vészterhes korszakban élünk majd. Hiszen az is ki lett nyilatkoztatva, hogy négy éra fogja egymást követni, és hogy most eljutunk ugye a Kali Júgáig, ami egy nagyon-nagyon nehéz, viszontagságos korszak, és én azt gondolom, hogy főleg most van szükség arra, hogy ezek a pozitív gondolatok, vagy mondjuk azt, hogy Isten gondolatai még inkább megnyilvánuljanak, hogy a többi embert át tudjuk segíteni ezeken a nehéz időszakokon. Most mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy akkor például az őskorban nem volt ennyire viszontagságos az élet, jó kérdés. Hiszen, ahogy mondtam, akkor még nem volt annyi felület arra nézve, hogy ezek a gondolatok felszíre kerüljenek. Én azt gondolom, hogy ez a magasabb szintű rendszer arról is gondoskodik, hogy az itteni emberek, akik közvetítőként vannak jelen, le tudják írni ezeket a gondolatokat, át tudják adni. Mert hogyha nincs felület, hogyha nem tudom mire leírni ezeket a gondolatokat, nem, nincsenek olyan eszközök, ami által átadom, akkor teljesen felesleges lenne úgymond kinyilatkoztatni, mert akkor ezek megmaradnának bennem. Viszont, amit mondtam, szerintem ez a magasabb szintű szellemi rendszer folyamatosan diktál. Most az jutott eszembe, hogyha mondjuk van egy vezető, és van egy titkárnője ennek a vezetőnek, aki mondjuk egy gyorsos gépíró, akkor mondjuk ez a vezető nem fog úgy elkezdeni diktálni ennek a kollégának, hogy mondjuk nincs előtte rengeteg lap, magyarán papír. Mert hát akkor hova diktál? Ugye jó, persze mondhatjuk azt, hogy vannak más eszközök is. Ugye feltalálták például a diktafont, és most már ugye vannak telefonok, amelyek által fel lehet venni a különböző nyilatkozatokat, meg nagyon sok minden. De hogyha semmi nincs, akkor nyilván, hogy én sem kezdek el, vagy kezdenék el senki számára diktálni, azért, hogy ezeket valahogyan leírja, vagy rögzítse, mert nem lenne mivel. Tehát ezért mondtam azt, hogy szerintem a magasabb szintű szellemi rendszer, vagy nevezhetjük úgy is, hogy Isten, mindig gondoskodik arról, hogy egyre több eszköz álljon arra a rendelkezésre, hogy ezek a tételek meg tudjanak itt is nyilvánulni. Ha mondjuk most az ókorban élnénk, akkor nyilván, hogy ezeket a felvételeket nem tudtam volna elkészíteni, mert nem lett volna mivel. Maximum akkor csak írni tudtam volna, de hát akkor kamera még nem volt, tehát nyilván, hogy nem tudtam volna rögzíteni, úgymond ezeket az adásokat, meg nagyon sok minden más sem volt. Tehát, ahogy mondtam, akkor igazából azt is mondhatnám, hogy korlátozottabb lehetőségek álltak rendelkezésre. Tehát igen, arról kell beszélni, hogy szerintem a kinyilatkoztatásnak, vagy a közvetítésnek van egyfajta rendje. És ez bizony szerintem nagyon szorosan összefügg a különböző korszakokkal, és azzal, hogy az emberiség mit talált föl. Vagy éppen nem. Egyébként valami még eszembe jutott, és akkor gyorsan szeretnék visszakanyarodni ez a fajta ábrához, hogy ez olyan, mint a Vidám az óriás kerék. Tehát amit mondtam, a létforgatagot úgy láttam, hogy eme kör alakú jelenségen vagy ábrán különböző ilyen úgymond fakok vagy részek voltak, ugyanúgy, mint az óriás keréknél. És ugye minden egyes ilyen részben vagy hintában különböző emberkék ülnek, vagy ülhetnek, és ahogyan forog, ugye, az óriás kerék, hát van, amikor itt fönt vagyunk, aztán ugye, lekerülünk, aztán megint föl, megint le. Tehát ez nagyon érdekes, mert lehet, hogy az óriás kerék mintája pontosan ebből ered, a szamszárából, lehet, hogy aki feltalálta úgymond az óriás kereket, annak is ki lett már nyilatkoztatva az, hogy a létforgatag, mint olyan, ilyen, tehát hogy hogy van egy ilyen ábra, megfogalmazódik úgymond az univerzális létezésben, és akkor lehet, hogy tényleg mások is láthatták ezt, és nem a minta alapján hozták létre például az óriás kerék nevű hintát, vagy nem is tudom, hogy hogyan nevezzem. Hát gondolom, sokan ültek már óriás keréken, én is ültem még fiatalabb koromban, meg gyerekkoromban, már nem ülnék föl, vagy legalábbis most biztos, hogy nem. Azt is mondhatnám, hogy elég elviselni a szamszárának a a, az ismétlődését, és azt, hogy, hogy megint testben vagyunk, hogy megint meg kellett nyilvánulni. És persze, ahogy mondtam, itt folyamatosan ismétlődnek ezek a felhozatalok. Nyilván azért, mert ugye nekem is még nagyon sok mindent el kellett mondanom. Nagyon sok mindent át kellett adni. Tehát én is azért születhettem vissza, hogy ezeket a közvetítéseket ugye létrehozzam a saját fizikumomon, belül, vagy a saját fizikumom által. És az, hogy nekem például az interneten kell beszélnem, az sem véletlen. Én azt gondolom, hogy ez is egy tudatos terv része. De az is, amit mondtam, hogy mára ilyen nagyon sokféle felület és eszköz alakult ki, nyilván nem véletlenül, mert amit mondtam, egyrészt lehetett azt tudni szerintem, hogy sokkal több ember lesz, másrészt pedig, hogy nagyon viszontagságos korszakban fogunk élni, és hogy sokkal több gondolatra lesz szükség. Harmadrészt az is lehet, hogy, hogy az is a terv része volt, hogy most Isten, vagy nevezzük, ahogyan szeretnénk, sokkal több mindent fog már átadni a mai kor embere számára, mint például Mondjuk több ezer évvel ezelőtt. Persze jó kérdés, mert nem biztos. Mert lehet, hogy akkor is nagyon sokféle kinyilatkoztatás érkezett, csak ahogy én mondtam, nem volt annyi felület és eszköz arra nézve, hogy ezeket megjelenítsék. Vagy ha igen, akkor ezek lehet, hogy eltűntek, megsemmisültek. Hát mondjuk az is jó kérdés, hogy például az én felvételeim meddig maradnak fönt. Hát addig, amíg lesz internet, és hogyha már nem lesz, akkor igazából nem nagyon fognak fönt maradni, legalábbis így nem. Csak akkor, hogyha valaki szépen most elkezdi leírni ezeket a tételeket, és akkor esetleg kiadják könyvben, vagy én megírom, és akkor a könyv mint olyan megmarad, ha megmarad. Hát nagyon-nagyon sok dolognak kell ugye érvényesülnie. Bár azt is gondolom, hogy biztos, hogy azok a tételek maradnak meg, vagy legalábbis remélem, amelyek fontosak, amelyek szükségesek, amelyeket ugye fent kell tartani, és amelyekre szükség lehet a következő időszakokra is. Hát nagyon-nagyon sok olyan tétel maradt fönt, ugye, a korábbi korszakokból, amelyekből az emberiség ugye most is táplálkozik. Hát jó kérdés, hogy például miért a tételei meddig maradnak fönt, mert az is lehet, hogy mondjuk két-három ezer év múlva is ezekből a tételekből fognak táplálkozni, nem tudom. De most mondok valamit, lehet, hogy én ezeket a gondolatokat már két-három év, ezer évvel ezelőtt is már átadtam, és azóta folyamatosan, hát így, minden egyes ilyen felhozatal által. És akkor így keringünk, és azért lehetek ismerős, mert most megint visszatértünk, de lehet, hogy itt a másik fakban már találkoztunk, vagy ebben a leszületésünkben, sőt, szerintem biztos, és az információk megmaradtak, ugye, és, és ezek újra és újra megismétlődtek, mert, ahogy mondtam, a mai korszakban is kellettek olyan emberek, akik, akik átadták és átadják ezeket a gondolatokat, nem mellesleg, hát biztos, hogy ezt a fajta vállást úgymond mi is aláírtuk, és, elhatároztuk, hogy azért is születünk vissza, amit mondtam, hogy megpróbáljunk segíteni, és valahogyan ezekkel a gondolatokkal túlélni például a mai Kali Júgát. Tehát igen, én azt gondolom, hogy ez is egyfajta rend, és a közvetítés vagy a kinyilatkoztatás is egyfajta törvényszerűség szerint működik. Amit azt gondolom, hogy igen, jól lehet érzékelni. És biztos, hogy voltak-vannak olyan egységes tételek, amelyek minden egyes korszakban megjelentek, csak más-más emberek kapcsán. Persze arról is beszélni kell, hogyha mondjuk én már sokszor visszaszülettem, és már más korszakokban is helyet foglaltam, akkor lehet, hogy ugyanazokat a tételeket én is többször megjelenítettem, mint ahogyan például most is. Nem véletlenül lehet az, hogy én ugye mindig fejből beszélek, ez azért van, mert egyrészt nyilván ugye van már gyakorlatom, és nem biztos, hogy ez a gyakorlat csak a mostani életemről szól, Másrészt pedig gondolom, hogy ezeket az információkat én is tároltam, nem felejtettem el, nagyon ismerősek számomra, éppen ezért igazából, ahogyan mondtam, nekem nem kell írott szöveg ahhoz, hogy ilyen közvetítéssel éljek, mert, mert már gondolom, hogy nagyon sokszor elmondhattam én is ezeket a tételeket. Viszont, amit mondtam, mindenképpen meg kellett jelennie az internetnek, ugye, eme időszakban, korszakban, mert az internet által nagyon sokfelé el tudjuk szórni ezeket a, az információkat, tehát a mai világ nem is képzelhető el szerintem internet nélkül, de lehet, hogy erről is ez a magasabb szintű rendszer gondoskodott, az embernek meg úgymond csak ki vagy fel kellett találnia, mert lehet, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy mi találunk ki bizonyos dolgokat, közben pedig lehet, hogy mi csak közvetítünk, és ezek a minták magasabb szintű rendszerekben élnek, tehát nem mi találjuk ki ezeket a szabadalmakat, úgymond, hanem mi csak vesszük ezeket a képeket, majd, majd megjelenítjük és fizikális formátumba sűrítjük. Hát igen, szerintem ez így lehet. Tehát én sem gondolom azt, hogy minden az én személyes kútfömből származik, magasabb szintű rendszerekből, és én közvetítek. Persze vannak olyan gondolatok, amelyek igen, tehát igazából itt ez egy ilyen vegyes kép, sok minden összeadódik, mindig tudni kell az, hogy ezek az információk honnan érkeznek, hogy mennyire tiszták, hogy mi az, amit át kell adni, és mi az, amit nem. Mert például vannak olyan dolgok, amiket nem adok át, mert tudom, hogy ezeket nem is lehet, vagy még nem. Nagyon sok minden függ össze. Nagyon ö, szépen, úgymond, ki lett az találva, hogy mikor milyen információnak kell megjelennie. Nyilván, hogy amiről most beszélek, nem beszélhettem mondjuk tíz évvel ezelőtt, és fordítva. <sítható> Tehát, hogy hogy minden el van osztva, ezért van az, hogy én is ilyen régóta így dolgozom, mert ezek a tételek folyamatosan áramolnak, és én pedig veszem ezeket a jeleket, mert most ez a feladat. Ezért jöttünk vissza, vagy én igen. Én biztosan. Tehát nem biztos, hogy ez mindig így lesz, de amíg, amíg át kell adni ezeket a tételeket, addig igen. És annyit, amennyit tulajdonképpen ebben a mintában megfogalmazódik. Erről igazából nem én döntök. Tehát arról kell beszélni, hogy ez egyfajta ilyen szellemi szerződés, amit én aláírtam már elég régen, és elindult ez a folyamat, és amíg jönnek ezek a tételek, addig meg kell nyilvánítani rajtam keresztül is, ugye megtestesülnek, mondjuk így, de hát nem csak rajtam keresztül, ebben a mai vészterhes korszakban. De lehet, hogyha eljutunk az aranykorig, akkor már ott nem kell ilyen tételekről beszélni, ott más feladatok lesznek. Én mondjuk már nagyon nem bánnám, mert megmondom őszintén, hogy most már egy picit nekem is elég. Jó lenne már más dolgokkal is foglalkozni, de ahogyan mondtam, erről nem én döntök. Tehát én igazából csak követtem egyrészt az eseményeket, másrészt pedig ezeket a gondolatokat, energiákat, ezekből élek, ezen energiák által, és úgy jelenítem meg őket, amilyen maga a kérés, vagy amilyen az a bizonyos minta, amiben vannak képek is, gondolatok, sugalatok, energiák, információk. Mindig nagyon pontosan kell fordítani, mindig időben. És hát nekem is igazából az a szerencsém, hogy most már nagyon sokféle eszköz van arra nézve, hogy ezeket a gondolatokat át tudjam adni, mert mondjuk nyilván még több száz évvel ezelőtt az interneten nem tudtam volna dolgozni, vagy az internet segítségével. Nem mellesleg, hála a jó égnek, tudok vásárolni rengeteg lapot, füzetet, amelyekre tudok például rajzolni, írni. És nem mellesleg van számítógép, mert lehet, hogy 4 milliónyi karakter gondolatiságot máshogyan nem tudtam volna létrehozni. Szerintem hagyományos írógéppel ezt nem csináltam volna meg. Tehát, ha mondjuk most a 80-as években lennénk, akkor nem valószínű, hogy írtam volna 4 millió karaktert. De számítógéppel már igen, később, a 2000-es évek, Hát nem is tudom, mikor kezdtem ezt az egészet végétől. Körülbelül, közepétől, végétől, valahogy így. Mert akkor már volt, és akkor már én is hozzájutottam ezekhez az eszközökhöz, de több száz évvel ezelőtt ezt még nem csináltam volna meg. Tehát az sem véletlen, ugye, hogy ki mikor születik. Hát, nekem akkor kellett születni, amikor, és akkor kellett elindulnom az úton, amikor, hogy mostanra eljussak odáig, hogy ezeket a tételeket át tudjam adni, nem mellesleg. Én ugye gyerekkorom óta közvetítőként dolgozom, 5-6 éves korom óta színpadokon itt ott, ott hogy legyen annyi gyakorlatom, rutinom, hogy például 900 vagy mennyi, igen, 981 felvételt fejből végig beszéljek, ráadásul úgy, hogy mindig azonos időben, élőben közvetítve azokat a tételeket, infokat, amelyek megjelennek, és amelyek arra késztetnek, hogy igen, végezem ezt a feladatot amíg nem jelenítem meg ezeket a gondolatokat, addig ott diktálnak bennem. És igazából azt is mondhatnám, hogy nem hagynak békén. Ha megjelenítem, akkor elmúlik, úgymond ez az érzés, és jön a következő, hát ilyen sokszor. De ahogy mondtam, még lehet, hogy nagyon sok lesz, majd meglátjuk. Igazából szerintem ez nem is tőlem függ. Ahogy mondtam, én egy közvetítő egység vagyok, akin keresztül ezek a gondolatok megnyilvánulhatnak, Persze nem csak én vagyok ilyen. Vannak olyanok, és látom, hogy kik ők. Kik azok, akik a magasabb szintű rendszer mintáit képviselik, és kik azok, akik pedig csak a saját érdekeiket és, és alacsonyabb szintekből merítenek. Hát szerintem ezt azért lehet érzékelni. Főleg a témákkal kapcsolatban nagyon nem mindegy, hogy ki milyen témával foglalkozik például napjainkban hogy az internet mondjuk mivel van tele. Hát nem ilyen gondolatokkal szerintem, tehát a kivétellel, tehát nem, nem, nem ez a jellemző, mert úgy tűnik, hogy minden egyes korszakban kevesebb ilyen ember volt, tehát nem az volt a jellemző, hogy, hogy az emberek jó része Isten gondolatait közvetítette. Voltak, csak hát elvétve. Pedig szerintem ez egy nagyon szép munka, és mindenképpen fontos a rendet követni, a nagybetűs rendet. Ezeket a törvényszerűségeket amúgy igazából nem is nagyon lehetne másképpen működni. Ez egy ilyen személyes tapasztalat, hát most már elég régóta így dolgozom, 10-20 éve. Tehát el tudom azt mondani, hogy ez a fajta munka milyen, hogy ez a rendszer mit kér, hogyan. Hogy mennyi mindent kellett ezért letenni, hátrahagyni, hogy mennyire erősen meg kellett önmagamat váltani, egy másik úton elindulni, mert, ahogy mondtam, különben ezek a gondolatok nem is áramoltak volna le, vagy mondjuk azt, hogy az önvalómból nem is tudtam volna őket lehívni. De erről már sokat beszéltem, meg majd még lehet, hogy fogok. Elmondom azt, hogy milyen tényezők gátolják, vagy gátolhatják azt, hogy az ember ugye elérje ezt a magasabb szintű rendszert, mert nagyon-nagyon sok ilyen úgymond csábító elem van, de én is rájöttem arra, hogy ezek megtévesztenek, és hogyha átállnék oda, akkor nyilván ezt a feladatot nem tudnám végezni, viszont nekem most már ez a fontos, sokkal fontosabb, mint a régi úgymond megszokottság, és az, amiben esetleg eddig éltünk, vagy én éltem például 20 évvel ezelőtt. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy ez a magasabb szintű rendszer ma sokkal több mindent nyilatkoztat ki, sokkal több tételt ad a mai emberek számára, nyilván azért, mert, mert több információra van szükség ahhoz, hogy a mostani korszakot túléljük. Vagy hogy az aranykori mintát fel tudjuk építeni, mert mondjuk 20-30-40-50 évvel ezelőtt még nem kellett erről beszélni, mert akkor még nagyon távol voltunk ettől. És ugye láthatjuk azt, hogy például a médiában is egyre több felület van, egyre több úgymond csatorna, egyre több újság, vagy internetes felület, ugye nagyon-nagyon sok, és hát egyre többen nyilvánulnak meg. Hatalmas káosz van szerintem azt is mondhatnám, hogy egyfajta rendezetlenség, mert akik így működnek, ők valószínű, hogy nem a magasabb szintű rendszer gondolatait közvetítik, hanem a saját elgondolásaikat, de hát az nem mindig helyes. Nagyon-nagyon nagy kuszaság van szerintem. Nincs egy ilyen alap pont vagy minta, illetve van, csak azt ugye sokkal kevesebben követik. Én a mai médiából már egyáltalán nem táplálkozom, körülbelül 10 tíz éve. Tehát szerintem nem is szabad, mert, mert nagyon téves, nagyon sok tévutat generál, nagyon megmásít. Ezt ki kell zárni. És össze kell csatlakozni, úgymond a magasabb szintű rendszerrel, önvalóval, és onnan kell ezeket az infokat lehívni, és ugye, mivel én ezeket át is adom, nem tartom meg, ezért tudok segíteni mások számára. Hát azok számára, akik meghallgatják ezeket az anyagokat, a lehetőség adott, nincsenek lezárva, nem kérek értük semmit. Persze tudom azt, hogy sokan nem akarják ezt elfogadni, mert jobb a saját fejük után menni. Hát ez is egyfajta alternatíva. De ahogyan látom, azért. Amiket mondjuk néhány évvel ezelőtt elmondtam, azok sorra úgymond bekövetkeztek, és folyamatosan így nyilvánultak meg ezek a jelenségek. Tehát szerintem van itt azért némi igazság. Persze nagyon fontos, hogy ezeket a tételeket mi mindig leellenőrizzük, hogy ezek tényleg valósak-e, és hogy megfelelnek az itteni mintáknak. Mert lehet, hogy vannak olyanok, amelyek nem. De azok szerintem nem is ebből a rendszerből érkeznek, mert amik igen, azok, azok, innen származnak. Az a lényeg, hogy ezeket soha nem ásítsuk meg, és mindig tiszta csatornaként működjünk. Ahogy mondtam, most már nyilván sokkal több felület van, számomra is, mert, mert most ez a feladat, és számomra is az volt az egyik Legfontosabb feladat, hogy mondjuk 2000 oldalt írjak tele. Ezt is lehetett tudni. Na most ehhez kellett rengeteg füzet, lap, hát nagyon sok minden. Hogyha ezt például az ós ő őskorban, azt akartam mondani, az ókorban, őskorban ezt összetettem, ezt a két szót. Tehát, hogyha mondjuk az őskorban szerettem volna ezt létrehozni, hát hova írok 2000 oldalt? Tehát hova? Hát nem nagyon tudtam volna, ugye? De a mostani korszakban igen. De az is lehet, hogy még több száz évvel ezelőtt sem tudtam volna például ennyit hova írni. Vagy ahogy mondtam, nem tudtam volna az interneten megjeleníteni ezeket a gondolatokat. Hát az is lehet, hogy a korábbi korszakokban nagyon-nagyon sok könyvem volt. Hát biztos, hogy íróként is jelen voltam már többször, hát ezt érzem is. És biztos, hogy sok könyvet írhattam. A különböző fakkok által, vagyis a különböző megjelenések által. Lehet, hogy itt is író voltam, itt is, itt is, itt is. Az is lehet, hogy mindig. Plusz szónok, sok minden lehetett az ember. De most ebben a korszakban is meg kellett nyilvánulni, vagy lehet, hogy én magam döntöttem arról, hogy oké, okay, visszajövök, és akkor ezeket a tételeket most is elmondom, és nem csak mondjuk több száz évvel ezelőtt, mert tudtam azt, hogy a mai kor embere számára is talán szükség lesz ezekre a gondolatokra, például 2023-ban és a korábbi években, meg még ezek után is. Ez egy nagyon érdekes vállalás, de én azt is gondolom, hogy a maga, ez a magasabb szintű rendszer ezt is jóvá hagyta. Tehát nem hiszem azt, hogy ez a dolog mindenkinél fönt áll. Valószínű, hogy én azért jelentem meg így, amit mondtam, mert a korábbi életekben is már így működtem, és biztos, hogy jól szerepeltem, ezért azt mondta ez a rendszer, hogy oké, okay, jöjjek vissza, Elevenítsem fel, úgymond, ezt a tudást és tapasztalatot, és most is nyilvánuljak meg így, mert van már rutinom, és azt is lehetett tudni, hogy én végig is csinálom ezt az utat, ami nagyon nem volt könnyű, sokszor majdnem belebuktam, rengetegszer, de kaptam olyan energiákat szerintem, olyan erőt, kitartást, ami által végigvittem ezt a vállalást, és persze még gondolom, hogy vannak feladatok, de azért bízom benne, hogy most már ez a nagyon erős, hát nem is tudom, minek nevezzem, menet, már nem tart olyan túl sokáig, mert azért én is fáradok, és Hát jó kérdés, hogy például még tudok-e annyit beszélni ilyen tételek által, hogy meg legyen az ezredik improvizáció. Ez attól függ, amit mondtam, hogy mennyi minden érkezik az önvalomba, mennyi minden lesz kinyilatkoztatva, hogy engem ki vagy mi lett meg, hogy ki sugal, hogy ki diktál, hiszen nagyon sok lélek, hát nem olyan sok, de vannak olyan lelkek, akik diktálnak nekem, akik ugye nem haltak meg, csak fizikálisan, de a lelkük az él, és egybeér az auránk, és nagyon-nagyon sok mindent próbálnak rajtam keresztül átadni, például a korábbi hazai színművészek a legnagyobbak, meg esetleg még a rendezők, mert velük vagyok szimbiózisban, velük vagyok valami ilyen szempontból analóg, ezért nyilván, hogy rajtam keresztül leküldik, úgymond, ezeket a gondolatokat, infókat, én pedig megjelenítem, ebben a korszakban. Hát ha nem születtem volna vissza, akkor nyilván nem tudtam volna ezt a feladatot létrehozni fizikálisan, de pont azért kellett megszületni, testet tölteni a következő etapban, ugye, és újra és újra megjeleníteni azokat a tételeket, vagy energiákat, amelyekre, amelyekre szükség van. De én azt gondolom, igen, hogy a mostani rendszer valamiért sokkal több mindent adhat át a mai emberek számára, mint mondjuk a korábbiaknak. Nem tudom, hogy ez miért van, hogy miért lehet az, hogy például az Isten vagy ez a rendszer egyre erősebben diktál. Lehet, hogy pont azért, mert lehet azt érezni, hogy már nagyon a végidőket járjuk, és hogy most már meg kellene történnie ennek a cserének, vagy váltásnak, és ilyenkor nyilván, hogy még több energia és info jön le. Hát ez csak egy ilyen elgondolás, de, de én azt érzékelem, hogy most nagyon intenzív ez a munka. És ahogy mondtam, lehet, hogy az ókori emberek számára nem volt ennyi minden kinyilatkoztatva. Tehát szerintem a különböző szentiratokat is ki kellene bővíteni, Például olyan tételekkel, amelyek ma megnyilvánulnak, mert ma is vannak olyan emberek, akik úgy működnek, mint például a bibliai személyek, ők is azok, csak a mostani korban. Tehát őket is bele kellene fogalmazni. Szerintem sokkal-sokkal több ilyen lény van, sokkal több közvetítő vagy kinyilatkoztató személyről kell beszélni, mint akiket felsoroltak. Szerintem csak a 10%-át ismerjük. Nekem van egy ilyen érzésem. A 10%-a van felsorolva, és a többi nincs. Hát igazából szerintem ez is egy feladat, lehet, hogy amit mondtam, majd ki kell egészíteni ezeket az iratokat, amelyeket én próbálok megtenni a különböző felvételek és cikkek gondolatok által. Most már nekem is nagyon sok tételem van, tehát én azt gondolom, hogy azért sok esetben ezek is helytállóak, és és talán még kontúrosabbá teszik azokat a korai megfogalmazásokat, amelyeket ugye annak idején nyilatkoztattak ki az akkori emberek és közvetítők, de amit mondtam, szerintem nem kaptak meg mindent, mert nem is tudták volna azokat hova leírni, nem tudták volna megjeleníteni, és ahogyan mondtam, szerintem ez a rendszer ezt is figyelembe veszi hogy milyen korszakban élünk. Hogy például most mennyi felület és lehetőség van arra nézve, hogy mondjuk ennyi tétel le tudjon jönni. Hát gondolom, hogy csak úgy feleslegesen nem dobálja ezeket a gondolatokat, ez a rendszer, mert miért is tenni? És csak olyan emberek által közvetít, csak olyan emberek lehetnek ennek a rendszernek a csatornái, akik hát akik egyrészt gyakorlottak, másrészt pedig fogják is ugye ezeket a jeleket, és le is tudják fordítani. Vagy ki tudják őket kódolni. Hát úgy, ahogyan én csinálom, szerintem nem először, szerintem már sokat gyára, nagyon sokszor, Ahogyan mondtam, az is lehet, hogy minden egyes testetöltésem által ezt végeztem, ezt gyakoroltam, és ezért lett mára úgymond ilyen rutinom. Különben szerintem nem nagyon lett volna nem tudom, hát jó kérdés, de igazából mindig is ezt éreztem, hogy ez így van. És én már 5-6 éves koromban ugye tudatosan választottam azt a szakmát, amit igen, amit választottam, és amit azóta folyamatosan viszek. Hát most már majdnem 40 éve, ami nem kevés. Igen. Tehát igen, mi szerintem így egybeérünk ezzel a mintával, összecsatlakozunk, és én is mindig éreztem azt, hogy most mi a kérés, hogy most, hogy most mifelé kell mennem. Hogy az én önvalom, vagy valódiságom milyen, hogy én mit írtam alá, hogy milyen foglalkozást kell választanom, hogy mikor mit kell megjelenítenem. Tehát ez nálam nagyon szépen föl lett építve. De gondolom, hogy vannak még mások is ilyenek rajtam kívül, ilyen lények, most a Földön, akik ugyanígy segítőként vannak jelen, és közvetítőként, és akik ezt a magasabb szintű rendszer szolgálják, és gondolom, hogy ők is önzetlenebbül adják át ezeket a tételeket, mert szerintem ez csak így lehet, mert ha nem, akkor ott teljesen más dolgokról beszélünk, hát nyilván sokan tudják, hogy miről. A különböző emberkék sem véletlenül jelennek meg az életünkben. Pontosan azért, hogy ő elősegítsék ezt a vállalást, hogy, hogy ők is tulajdonképpen ennek a vállalásnak vagy munkának a részesei legyenek. Például nekem volt egyszer egy olyan úgymond kapcsolatom, akivel hát elég sokáig úgy együtt éldegéltünk, tíz évig, nem tudom pontosan, hogy mennyi ideig, akitől én például nagyon-nagyon sok füzetet, lapot kaptam, mert akkor kezdtem el írni, és ánda hordta haza nekem ezeket a, ezeket a lapokat. de mondjuk, hogyha ő nincs, akkor hát nem tudom, hogy honnan tudtam volna ennyi, ennyi füzetet szerezni például. Tehát igen, én úgy éreztem, hogy ő, ő például nagyon tudatosan jelent meg az életemben, és. Tehát ő, ő például nagyon erősen része volt ennek a történetnek sokáig. És azért is, mert ő is foglalkozott ilyen iratokkal, nagyon sokat beszélgettünk, évekig. És azért, mert igazából valamilyen szempontból lehet, hogy ő is. Indítottál, úgy úgymond, ezen a pályán. Tehát de én nagyon sokat köszönhetek neki. És én már gyerekkoromban azt is tudtam, hogy majd lesz egy ilyen személy az életemben, aki, aki valahogyan így elősegíti ezt a munkát. És nyilván, hogy még lesznek majd olyanok, akik, akik ezt valahogyan tovább fejlesztik, vagy, vagy majd azt segítik el, hogy még tovább tudjunk haladni. Mert, ahogyan mondtam, ezek az emberek nem véletlenül jelennek meg az életünkben, Hát nyilván azért, mert szükség van rájuk mert ők is ennek a tervnek a részei tulajdonképpen, igen, ezt kell mondani, hogy automatikusan megjelennek, és tudják, hogy mi a dolguk, mi a feladatuk, mert megérzik, mert ráéreznek, arra nézve, hogy ők is, hát lehet, hogy ugyanazt a szerződést írták alá, vagy egy közös szerződést írtunk alá, és hogy, hogy tovább kell menni, és tovább kell vinni. Hát azt akartam mondani, hogy ezeket az igéket de csak akkor tudjuk tovább vinni, hogyha van hozzá lehetőség felület, eszköz, rengeteg minden. Hogy ezek ugye nem maradjanak meg bent hogy ne csak az én gondolataim legyenek, hanem hogy tovább tudjam őket adni. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez is a kinyilatkoztatás rendje, vagy a rendjének a része. Mert itt minden tudatosan lehet ugye fölépítve, minden tudatosan működik, minden egyes korszakban, minden egyes korszakban szerintem úgymond ki lettek választva azok, akiknek így kell működniük, és vinniük kell tovább Ezeket a híreket, és azt is mondhatnám, hogy ők valamilyen szempontból rokonlelkek, vagy mi azok vagyunk, mert ugyanazt a célt szolgáljuk, és ugyanama, ugyanaz ugyan ö, ugyanolyan minta szerint és szerint működünk. És ezek a tételek, vagy mondjuk azt, hogy ez a minta ugyanúgy lett mindenkiben, azokban, akik ilyen közvetítőként vannak jelen. Ugyanaz amint a diktál bennünk. Csak valaki férfi testben él, valaki női testben, valaki fiatalabb, valaki idősebb. Valaki ebben a korszakban született, a másik meg amabban. De minden érában megjelentek ezek a lelkek és mindig tudták, hogy mi a feladatuk, és helyek közben szerintem hasonló dolgokról beszéltek, vagy ugyanarról. Hát ezt lehet látni, érezni, ezt én is tapasztalom. És ilyenkor nagyon sok ilyen ikerség alakul ki. Mert, ahogy mondtam, ugyanaz a minta van bennünk. Ugyanaz mozog, ugyanaz diktál. És szerintem ez a legfontosabb most, amit mondok, hogy, hogy ugyanazok, ugyanazon elvek valósuljanak meg. Mindig ez a lényeg, hogy, hogy, így működjünk, és hogy, hogy így legyünk jelen. Én azt is gondolom, hogy az adathordozóknak is van egyfajta evolúciója. Nyilván nem véletlenül. Ez azért van, vagy lehet, amit mondok, mert ez a magasabb szintű rendszer is folyamatosan vagy fejlődik, vagy fejlődhet, vagy egyre több mindent ad át az idő előre haladtával. És az is lehet, hogy például az aranykorban már megint nem kell majd annyi mindent átadni, és akkor gondolom, ott nem is lesz ennyi eszköz, mert az már egy megérkezett állapot, ott már nem lesz szükség annyi tanácsra, mint amennyire most van ebben a nehéz időszakban. Ott más feladatok lesznek, és nyilván azokhoz másfajta eszközök kellenek majd. Tehát itt lehetnek ilyen váltások. A mostani korszakban ilyen eszközökre volt és van szükség a korábbiakban meg azokra, amelyek akkor megjelentek. Hogyha arról beszélünk, hogy ugye például könyvnyomtatás volt mindig, és a annak idején nagyon érdekes felületekre próbálták ezeket a képeket leírni, megjeleníteni, akkor ez azért lehetett, mert akkor még nem jött le szerintem annyi minden. És azok a felületek, meg lehet, hogy pont elegek voltak ahhoz, hogy, hogy hogy ezeket a gondolatokat megjelenítsék, vagy lehet, hogy eleve nem is voltak olyan magas szinteken az akkori emberek. Hát jó kérdés, persze, szerintem ez változó. Mert lehet, hogy akkor is voltak olyanok, akik magasabb szinten rezegtek, és olyanok is, akik alacsonyabban, meg persze most is. De valószínű, hogy itt a tudatállapotokat is nézni kell, tehát igen, meg, meg a különböző korszakok tudatállapotait is. Igen, tehát gondolom, hogy például, nem is tudom, több millió évvel ezelőtt maga az a rendszer sem diktált annyit. Az is lehet, hogy nagyon nem is diktált. Ma meg iszonyatosan intenzíven, legalábbis én ezt érzem. És ez valahogyan fokozatosan így növekedett, és egyre, egyre több info érkezett, ahogyan például az én életemben is. De gondolom, hogy ehhez az is kellett, hogy én egyre felkészültebb legyek, mert Ezeket az információkat húsz évvel ezelőtt nem tudtam volna átadni, mert nem voltam ilyen szinten. Tehát lehet, hogy ez a rendszer azt is figyeli, hogy ki milyen szinten tart. Hogy te megérettél le már ahhoz, hogy arra nézve, hogy ezeket a tételeket megértsd? Hát nem mindenki érti, és nem is mindenki tud ilyeneket lehívni. Csak azok, akiknek van gyakorlatuk, és hát ö, szerintem már rengeteg olyan testetöltésük, amelyek által egy ilyen missziót végeztek, mert hogy ez az. Tehát a kinyilatkoztatásnak szerintem van rendje. És én azt gondolom, hogy ez a rendszer folyamatosan figyeli azt, hogy milyen korszakban, milyen emberek vannak itt, milyen helyzetek, milyen állapotok, és azt szerint küldi le, úgymond ezeket a tételeket. Azt szerint jeleníti meg önmagát. Mert itt szerintem erről kell beszélni. Most nagyon nagy szükség van arra, hogy úgymond az aranykori minták megnyilvánuljanak, hogy hogy sok erő, energia érkezzen, mert ezek nélkül nem vihető végig a mai éra. Nem lehet túlélni, szerintem. Hát ezt én is érzem. Nem lehet végigcsinálni. Ha nincsenek ezek az erők, energiák, akkor szerintem ezt a mostani korszakot nem nagyon lehet <laughs> megúszni. Igen, energiákról kell beszélni. Az energiák pedig nagyon szépen ellettek osztva. Az energiákban pedig információk vannak, és a mai kor embere pedig nagyon erősen veheti ezeket az infokat, hát azok, akik közel vannak ehhez a mintához. És nyilván egyre több dolgot fedeztek föl, egyre több eszközt gyártottak és gyártanak arra néze, hogy az emberek ki tudják saját magukat fejezni. Hogy ezeket a képeket megjelenítsék, hogy egymásnak tudjanak sok mindent adni, átadni, segíteni, súgni, felhívni a figyelmet bizonyos dolgokra, és valahogyan, hogy így álljon össze ez a kép, ez a kerek egész. És persze lehet, hogy 10-20 év múlva még több ilyen eszköz lesz. Hát attól függ szerintem, hogy ez a rendszer mennyi minden nyilatkoztat ki. Hogy mennyi minden marad meg. Hogyha, hogyha nem fog annyi mindent kinyilatkoztatni, akkor nem biztos, hogy ez a, ez a technikai fejlettség ez tovább működik, vagy, vagy, vagy még erősebbé válik. Az is lehet, hogy ez majd így megáll és nem fognak már újabb eszközöket kitalálni, meg mindent ugye fejleszteni. Hát jó kérdés. Hát attól függ, hogy az anyag mikor fog úgy igazán bedőlni, mert ha bedől, akkor anyagi dolgokra már nem nagyon lesz szükség, és akkor eszközök sem nagyon lesznek, vagy legalábbis nem ilyenek, akkor már más, máshogyan kommunikálunk, hát valószínű, hogy telepatikus úton. Hát szerintem az aranykori mintában mindenképpen, tehát ott szerintem nem is lesz telefon. Mert ott mindent fejben megbeszélünk, bár mondjuk én ezt most is megcsinálom, de azért néha jó, ha ott a telefon. Mert nem biztos, hogy a másik olyan fejlett szinten van, hogy ő ezt megértse, vagy hogy ő ezeket a jeleket vegye. De ha most mindenki megvilágosodott személy lenne, nagyon magas rezgésszinten, tudatállapotban, akkor nem lennének telefonok, nem is találták volna fel őket, lehet, hogy mobiltelefonok sem lennének, mert mindenki telepatikus úton beszélgetne a másikkal, és pont és nem írnánk egymásnak SMS-t, meg levelet, meg semmit, mert kiküldöm a jelet, te veszed, megbeszéljük, és oké, okay, ennyi. És nem kellene hozzá semmilyen fizikális és fogható dolog. Ez is a kinyilatkoztatásnak a része, vagy rendje. Hogy most kellett, mert alacsonyabb szintek fogalmazodnak meg, és nem annyira fejlettek a lelkek, hogy telepatikusan például tudjanak beszélni, beszélgetni. Hát vannak, akik tudnak, de hát azért nem az a jellemző, hogy, hogy mindenki így működne. Jó, szerintem most ennyi, biztos, hogy fogom még folytatni, mert van egy másik nagyon érdekes téma, ami szintén az égi csatornával függ össze, és azzal, hogy az embernek igazából mivé kellene válni, milyen úton kell végigmenni. Tehát ez a 981. felvétel, impro, és akkor meglátjuk, hogy az ezrediket mondjuk elére -e májusig. Hát attól függ, hogy ez a rendszer még mit küld ki, hogy én milyen jeleket veszek, és hogy ezeket hogyan tudom átadni, lesz-e annyi energiám még, hogy ennyi adást végigbeszéljek, és hogy ezeket meg is jelenítsem. Ha kapok annyi energiát és erőt, akkor biztos. Ha úgy dönt maga a rend a rendszer, akkor igen, ha meg nem, akkor nyilván, hogy már nem ez volt a feladat. Tehát ebből a rendszerből energiák is jönnek, vagy főleg azok, amelyeket lefordítunk és átadunk, és gondolom, hogy ezek az energiák mindig is áramoltak és működtek, csak nem biztos, hogy mindig voltak olyanok, akik ezeket százszerzelékosan megértették. Ez ugye mindig attól függ, hogy ki milyen szinten tart, meg hogy mennyire tiszta, mennyire érti. Ezeket a gondolatokat, és hogy vannak-e olyan felületek, eszközök, amelyek által ezeket meg tudjuk vagy tudják jeleníteni. De ahogyan mondtam, szerintem ez a rendszer gondoskodik róla, hogy legyenek, ami által az emberek különböző találmányokat eszközölnek, mert ezek képként fognak megjelenni az önvalóban megjelenik a kép, és akkor azt te létrehozod. Hát, ahogyan mondtam, szerintem ezek a, tehát a különböző találmányok, felfedezések így működnek. Ezeket a képeket valószínű, hogy ez a magasabb szintű rendszer adja. És az ön valóban jelenik meg. De az ember sokszor azt gondolja, hogy ez a sajátja. Megjeleníti majd egy ilyen embert nyilván, hogy felfedezőnek fognak titulálni. Holott, ahogy mondtam, nem biztos, hogy ez az ő, ő, találmánya, csak a kép, az info rajta keresztül jött le. Nála jelent meg, vagy ő volt egy olyan szinten, hogy ezt lehívja, de szerintem ez sem véletlen. Nem véletlen az, hogy, hogy ezek a képek kinél jelennek meg. Mert annak az embernek nyilván az a feladata, az a feladata, hogy ezeket a képeket megjelenítse, vagyis ezeket a szabadalmakat létrehozza. Mert ezekre szükség van a különböző korszakokban, és szerintem a különböző érek így épülnek föl. Tehát minden egyes korszaknál lehet, hogy úgymond el lett az osztva, hogy mikor milyen dolgoknak kell megjelenniük. És azt is gondolom, hogy ez már egy ilyen adott terv része volt, mindig is így működött ez a rendszer, és még az is megvan, hogy ezek után milyen. Találmányoknak kell megszületniük ahhoz, hogy ezek a korszakok a jövőbeli érák működjenek, és hogy a későbbi emberek ugye helyet tudjanak foglalni a bolygón. Hát mindig attól függően, hogy milyen események váltják egymást, hogy milyen dolgokkal kell szembenézni, vagy éppen nem, és hogy ez a rendszer mit akar itt megjeleníteni a Földön, például rajtunk keresztül. Persze nem csak a Földön. De most még itt vagyunk, tehát most még a Földön kell dolgozni, közvetíteni, és megjeleníteni a magasabb szintű minták elvárásait, vagy kéréseit. Ez jobb szó szerintem, mert itt igazából én azt gondolom, hogy kérésről van szó. Épp az imént fejeztem be a 981. felvételt. Ez lesz a következő, ami nagyon szorosan hozzákapcsolódik ahhoz a témához, amit az előbb jelenítettem meg. Ez pedig nem más, mint egy olyan tématerület, ami szerintem nagyon fontos, amiről mindenképpen beszélni kell, és ami azt gondolom, hogy mindenkit érint. Lehet, hogy a mai előadásnak az lesz a címe, hogy dugulás az égi csatornában. Hát azt tudjuk, hogy a fizikális csatornákban milyen az, hogyha valamiféle elakadás van vagy történik, de lehet, hogy azt kevesebben tudják, hogy milyen az, amikor mindez az égi csatornában következik be. Hát azt is mondhatnám, hogy erről van most már tapasztalatom, jó kis tapasztalatom van. Elég régi és elég hosszú, és talán mondhatjuk azt, hogy nagyobb volumenű mivel bejártam egy minimum 20 éves olyan utat, ami által megtapasztaltam azt, hogy milyen az, amikor például az égi csatornában van valamiféle dugulás, és hogy ezt a dugulást hogyan kell elhárítani. Hát jó kérdés, hogy manapság kik azok, akik ilyen témákkal foglalkoznak. Ahogy mondtam, szerintem nagyon fontos erről beszélni, mert úgy érzem, hogy egyrészt itt van az idő. Másrészt pedig, mivel ez egy ritkább felvetés, ezért nyilván, hogy fontos, hogy olyan témákat tárjunk föl, amelyek nem annyira elterjedtek, mivel hogy ezek szerintem nagyon fontosak, és az ember szerintem ezt éli át élete során. Ugyanis látom azt, hogy az anyag, mint olyan, mennyire megtéveszti a mai kor emberét. Az is lehet, hogy soha ennyire még nem. Szerintem a mai kor emberét tudták a leginkább eltéríteni az igazságtól, a valódiságtól. Nagyon-nagyon erősen elszakadtunk ettől a mintától. Persze, hogy mondtam, szerintem nagyon fontos az, hogy az ember végig menjen egy úton, és eme út által például kezelje ezeket az eldugulásokat és az akadályokat, amelyek azt gátolják, hogy mi az igazi, úgymond, önvalónk által működjünk, hogy elérjük a magasabb szintű szellemi rendszereket. Szerintem sokan azt gondolják, hogy ezért jöttünk a Földre, hogy mindent felvegyünk, megszerezzünk. Szerintem pont azért, hogy mindent letegyünk, és rengeteg mindentől megváljunk. Nyilván, hogy a mai kor embere nem ezt fogja vallani, nagyon kevesen, mert azt tekintik értéknek, hogyha valaki, minél több mindent megszerez, minél több mindent birtokol anyagilag. Ma ugye a szellemi kincsekre nem igazán kíváncsiak. Arra, hogy ebben a magasabb szintű rendszerben mi fogalmazódik meg. Pedig szerintem nekünk pontosan az a dolgunk, hogy ezt a szegmest feltárjuk, és hogy, hogy ezt a csatornát nagyon tisztává tegyük. Na most pontosan, hogy az anyag lesz az, ami úgymond eltömíti ezt a csatornát, vagy szegmest. Tapasztalatból beszélek. Tehát szerintem minden olyan dolgot hátra kell hagyni, ami a külsőségről, a látszatról, az anyagi behatásról szól. Mert szerintem ezé a jövő. Tudjuk azt, hogy az itteni rendszer át fog állni egy teljesen másfajta minőségbe, egy magasabb dimenzióba, és ott viszont tényleg valóban már teljesen másfajta berendezkedés lesz, és az anyagnak nem lesz annyira hangsúlyos a szerepe. Tehát ezért, éppen ezért tisztítani kell ezt a csatornát, és minden olyan dolgot hátra kell hagyni, amelyek akadályoznak, amelyek nem engedik meg, úgymond a szellemi fejlődést. Persze, hogy én mondtam, tudom, hogy a mai kor embere ezt nem igazán tartja egy fontos feladatnak, sőt, egyáltalán nem, ritka kivétellel, de én arról beszélek, amit ez a magasabb szintű rendszer kér vagy diktál, amit ez a magasabb szintű rendszer tart értékesnek, és nem azt, amit a mai anyagba döngölt ember, akik nyilván sokkal alacsonyabb szinteken rezegnek, mozognak. Hát ők még egy ilyen alvóbb minőség által működnek. És uh, még uh, nem érték el, ugye az abszolútumot, az önvalót, nem is tudnak ebből meríteni a magasabb szintekből. Na most tudjuk azt, hogy nagyon sok minden akadályozhat ezen az úton, vagy mondjuk azt, hogy nagyon sokféle úgymond dugulás lehet, vagy ezt a fajta dugulást nagyon sok minden idézheti elől. Ami legeslegelőször eszembe jutott, az nem más, mint a pénz. Tudom, hogy a legtöbb ember a pénz bűvöletében él, és hatalmas egyrészt bizalmat szavaztak a pénz számára, másrészt pedig nagyon erősen felmagasztalják. Ami igazából nem más, mint egy papírdarab, vagy egy virtuális eszköz. Persze tudjuk nagyon jól, hogy ahhoz, hogy életben maradjunk, és hogy a testet fent tudjuk tartani, mennyi mindenre van szükség, és hogy minden csak is a pénz által szerezhetünk meg ezen a bolygón. De most mondok valamit, ez igazából nem mindig van ám így. Tehát lehet nélküle is élni. Én most már kikísérleteztem olyan fajta változatokat is, amelyek során nem feltétlenül kell pénzhez nyúlni ezekhez a papírdarabokhoz, még akár virtuálisan sem, és úgyis nagyon sok mindent fent lehet tartani, például energetikával. Hogyha ez megvan, akkor életben lehet tartani nagyon sok mindent, így is lehet működtetni különböző területeket, és az energiák által mindig annyi pénz, fog jönni vagy érkezni, amennyire ugye szükségünk van, de nem több. Szerintem ezt kell megtanulni, főleg a mai kor emberének, hogy nem több. Persze tudom, hogy mindig nagyon sokan egyre többet és többet akarnak, de ez nem jó, ez nem egy helyes irány, mert ilyenkor dugulás következik be. Eltérít ez a fajta állapot attól, hogy én szellemileg, lelkileg fejlődjek, hogy magasabb szinteket érjek el, hogy közelebb kerüljek az önvalóhoz, hogy honnan hívjam már le ezeket a tételeket, ne külső hatások által. Tehát a külsőség, mint olyan, a látszat, a látványvilág, az anyag, az nagyon erősen ugye eltérít és beszűkíti ezt a csatornát, és nagyon megmásítja az embereket. Hát látom, hogy, hogy hogy azok, akik nagyon sok anyagi dologgal rendelkeznek, mennyire úgymond kifordultak saját magukból, és olykor nagyon gőgösek, tehát arról kell beszélni, hogy a pénz, mint olyan, nagyon erősen termeli a gőgöt, ami nem jó. Nekünk pont, hogy az alázat útján kell végigmenni, sokkal szerényebben kell élni anyagilag, de szellemileg nagyon gazdagon, bőségesen, tehát amikor arról beszélünk, hogy mi a bőség, akkor számomra mindenképpen a szellemi megigazultság, és nem az anyagi változat, mivel hogy az nem is tesz jót. Tehát én arra jöttem rá, ezt saját magammal kapcsolatban is érzékeltem, hogy minél több anyagi dologgal rendelkeztem annak idején, annál inkább letértem erről az útról, és annál inkább kifordultam saját magamból, és szerintem ez igazából majdnem mindenkire, de az is lehet, hogy mindenkire igaz. Tehát nagyon megmásítja az ént. Elferdít a valóságtól. És nem engedi meg azt, hogy te elérd a legmagasabb szintű tudati édenedet, ahová igyekszünk, és ahová igazából ez az egész rendszer halad. Persze nagyon sok minden más is akadályozhat, de ahogy mondtam, főleg a külsőség, a látszat, vagy az, hogyha valaki testudatból működik, és nem emelkedik följebb, szerintem belőlük van több. De én úgy érzem, hogy ők nem fognak tovább jutni, nem fogják tudni elérni azt a magasabb szintű mintát, amire ugye szükség van, vagy lenne. Ma szinte minden a fogyasztásról szól. Hogy ki mennyit tud vásárolni, szerezni, birtokolni, elvenni, ki milyen külsőségekkel tud gyarapodni. De ahogy mondtam, szerintem ez már egy javít rendszer. Még lehet, hogy látványos, de szerintem már nem sokáig. Szerintem ez az egész úgy, ahogyan van bedől. És az anyag veszíteni fog a fényéből. Tehát én azt mondom, hogy mindenképpen tisztítani kell ezt a csatornát, és nagyon sok anyagi dologtól kell megválni. Az út során, ami lehet, hogy nagyon hosszú lesz. De hát nem baj. Egyrészt, másrészt pedig így lehet alázatot gyakorolni. Tanulni. Így lehetünk sokkal önazonosabbak. A pénztől, a külsőségtől soha. Én ilyen emberrel még nem találkoztam. Tehát itt igazából vannak súlyzók, és azt gondolom, hogy ezek az eltérítő elemek szándékosan működnek, hogy, hogy próbára tegyék úgymond az embereket. Hogy te mit vagy hajlandó megtenni azért, hogy, hogy elérd a magasabb szintet, hogy hazatalálj, energetikailag, hogy mennyi áldozatra vagy képes, bár egy idő után rá fogsz arra jönni, hogy ez nem áldozat, ez ajándék, és hogy a külső behatásra igazából lehet, hogy soha nem volt szükség, de ahogy mondtam, ez egy folyamat. Először szerintem mindenki beleesik ebbe a hibába, hát én is beleestem. De aztán ugye saját magamat tanítottam meg arra nézve, hogy hogy hogyan jussak el egy magasabb mintába, minőségbe, hogy uh, hogyan tegyem le azt a nagyon sok mindent, ami sallanként volt jelen, és ami csak elterítette a valódiságtól. Tehát van egyfajta égi csatorna, és nem csak a földi fizikális csatornákról kell beszélni és nekünk szerintem pontosan az a dolgunk, hogy efelé haladjunk, hogy emet csatorna által jussunk el valahova, vagy hogy rajta keresztül sok mindent hívjunk le. Hát szerintem én most már elég régóta így dolgozom, így működöm, sokkal kevesebb anyagi behatással élek, de én erről hát egy idő után már szándékosan döntöttem így, mert így jobban kitisztult ez a közeg, és jobban tudok figyelni ezekre a jelekre, nem térít el az anyag, nem veszi el a figyelmemet, szerintem ez a legfontosabb, és hát rájöttem arra, hogy sokkal kevesebb dologgal is lehet működni, sőt, és az is nagyon érdekes, hogy így az ember szerintem sokkal gazdagabbnak érzi magát, én biztos. Szerintem soha nem az anyagtól fogjuk magunkat gazdagnak érezni. Az lehet, hogy csupán egy ilyen illúzió. Szerintem nem szerintem az egyfajta ürességet fog adni. Hát lehet, hogy nem rögtön, de én azt gondolom, hogy, hogy ez talán mindenhol bekövetkezik. Tehát szerintem mindig az a lényeg, hogy ezeket az akadályokat elhárítsuk. De mivel az ego nagyon erősen diktál, főleg a mai korban, ezért hát ez nem egy könnyű feladat. Mert ugye kívül az látszik, és nagyon sokan ezt sújkolják a többiekbe, hogy te akkor vagy sikeres, hogyha sok anyagi dologgal rendelkezel, ha külsőleg úgymond gyarapodsz, és ezért az ember mint olyan meg akar felelni. De kérdezzük meg, hogy kinek, minek. Hát én nem akarok már megfelelni az embereknek, sőt, hát engem ez a része már egyáltalán nem érdekel. Én egy magasabb szintű szellemi mintának szeretnék megfelelni, és afelé igyekszem, törekszem, Elég pozitív visszajelzéseket kapok, szerencsére. Ha nem mindig, akkor pedig tenni kell azért, hogy az ember ugye ideig eljusson és nagyon sok mindenen korrigáljon. Szerintem nem jó az, hogyha az embernek sok pénze van. De lehet, hogy ezt én mondom ki először ezen a földi bolygón, mert mindenki azt mondja, hogy az a jó. Meg ugye mindenki sok pénzt akar, de kérdezzük meg, hogy miért hogy még több mindent elvegyek, hogy még több mindent birtokoljak, hogy, hogy, totál letérjek erről az útról. Nem. Ez úgymond nem feladat, nem ez a feladat, az a feladat, hogy pont az, hogy kiüresedjek, tehát pont az a jó, hogyha az embernek nincs annyi pénze, mert hogyha sok van, akkor állandóan azon gondolkodsz, hogy ezt hogy közsd el. Ha nincs, akkor egy teljesen másfajta úton indulsz el. Eme szellemi minta felé. Persze tudom, hogy most sokan azt mondják, hogy de hát az nem érték meg, hogy azzal mit kezd az ember. Hát nagyon sok mindent. Vagy az is lehet, hogy mindent. Amúgy is szerintem a pénz egy idő után meg fog szűnni, tehát nem gondolom, hogy örökké fent fog állni. Az aranykori minőségben meg pláne nem. Szerintem magasabb tudatszintek által, magasabb dimenziókban nem fog működni ez a rendszer, mert azoknak a lényeknek már nem lesz szükségük erre. Erre a megtapasztalásra, sem arra, hogy mindent ugye ilyen papír darabokra váltsanak. Tehát pont az a lényeg, hogy az ember kiüresedjen, és hogy minimális dolgokkal éljen anyagilag, mert különben nem fog jutni egyről a kettőre, tehát nem fog eljutni, és ezek szerintem mindig visszaszületéseket generálnak. Tehát nem gondolom azt, hogy, hogy ezek a lények tovább fognak jutni a magasabb mintákba. Persze, hát azok, akik csak egyetlen egy életre terveznek, mert azt gondolják, hogy az itteni létezésünk csak egyszer valósul meg, azoknak teljesen mindegy, azok igazából tényleg nagyon sok mindent birtokolni akarnak, mert ki akarják úgymond használni az itteni létezést, és ezért minden gyorsan elkezdenek gyűjtögetni. Hát én már úgy működöm, hogy egyre több mindent adok át. Az idő előre haladtával egyre több mindentől váltam meg, és ez ezek után is így lesz. Tehát én nem gyűjtögetek. Tehát engem ez már egyáltalán nem érdekel, mert nincs szüksége mennyi anyagi dologra. Én mindentől megválok, amitől csak tudok, hogy minél kevesebb anyagi dolgom legyen. Ez egyébként a költözéseknél is hasznos, kevesebbet kell cipekedni. És minél kevesebb ilyen anyagi dologgal él az ember, annál gazdagabb lesz, úgymond szellemileg, és annál közelebb kerül, hát egyrészt ugye az önvalójához másrészt pedig ehhez a magasabb szintű szellemi rendszerhez. Igen. És megint elérkezett az a pont, hogy kifogyott ez attól. De az az igazság, hogy szerintem én ezt nem olyan régen vásároltam. <laughs> Na jó. Hát igen, a papírboltosok már tényleg valóban belőlem élnek meg. Nem túl sokáig tart. De van másik. <laughs> igen. Jó, hát az a lényeg, igen, hogy, hogy mindig annyi dolog legyen, amennyire szükség van. Mert ezen az úton, ezen a másik fajta úton csak így lehet végigmenni. És akkor nem következik be dugulás a szellemi csatornában. Vagy az égi csatornában. Mert uh, itt ugye arról beszélünk, hogy az önvaló az egy magasabb szintű rendszer. Vagy mondjuk azt, hogy az Isten. Tehát, hogy aki magasabb, vagy aki uh, komolyabb kapcsolatot szeretne ápolni ezzel a rendszerrel, annak mindenképpen így kell működnie. Tehát... Uh, Ahogyan mondtam, ez tapasztalat. Ez nem lesz most egy olyan nagyon erős eszmefuttatás, meg erről már beszéltem, csak nagyon-nagyon tetszett ez a megfogalmazás, hogy égi csatorna, hogy dugulás az égi csatornában, mert, mert bizony ilyen van, és hogyha beáll az a dugulás, akkor ezek a magasabb szintű energiák nem is tudnak láromolni. És itt energiákról is beszélni kell, információkról, ismeretekről. Tehát, hogyha valaki nem tudja ezeket a gondolatokat, tételeket lehívni, akkor ott az lehet, hogy azért nem, mert nem ment végig még a kiüresedés útján, mert az anyagi viszonylatra helyezi a fókuszt, mert külsőségek szerint él, nem élt még puritánul mondjuk 10-20 évig, pedig az nagyon csodálatos tényleg, tehát nagyon nagy gazdagságot ad ez a fajta lételapot, és azért, mert, hát mert ez az illető, nem jó irányba helyezi a figyelmét, a fókuszt. Más rendszert szolgál ki. Ez a lényeg. És ha te ezt a másik fajta rendszert szolgálod ki, akkor nem jutsz előre ilyen formám. De tudom, hogy ezt kevesebben akarják és szeretik megtenni, hogy megválnak az anyagi dolgoktól, mert ahogy én mondtam, abba kapaszkodnak, mert azt gondolják, hogy hogy ez az érték, hogy ennek a szegmensnek kell megfelelni. Hát az emberek és a külsőségek szerint, de, de ezek mindig alacsonyabb rendű kategóriák. Nekünk meg mindig a magasabb szintű minták felé kell elindulni és haladni. Az önvaló felé, a tiszta tudat felé, nem az alantasabb kategóriák felé, és hogyha ez a csatorna úgymond kitisztul, és nem lesz már benne dugulás, akkor persze, hogy elkezdenek ömleni, áramolni ezek a tételek. Hát úgy, ahogyan nekem, 982. alkalommal, és le is írnám nagyon szívesen, ja, itt van, hogyha fogna a tollam. Most a másik messze van. De itt van, itt van. Igen, tehát én is nyilván, hogy végigmentem egy ilyen úton, nagyon sokat tisztítottam nagyon sokat voltam egyedül csendben, kiürös, kiüresedésben. És persze, hogy ezek a tételek elkezdtek úgymond leáramolni, és folyamatosan áramolnak. De ez az kell, hogy az ember mindig így legyen. Hogy nem másítsam meg ezt a vállalást, és hogy ne elkövetkezzen be ez az újbóli úgymond dugulás. Mert akkor megint ott lesz az akadály, megint valami elzárja ezt a közeget, vagy csatornát, és ezek az energiák nem fognak tudni megjelenni. Ezekben az energiákban nagyon sok téttel van, rengeteg információ, amelyeket ugye igyekszem én is átadni. Nekem ez a feladatom. Ezért jöttem ide, és ez az kellett, hogy megváljak a külsőségtől, a látszattól, a láthanyvilágtól, a nagyon erős anyagi behatástól, hogy elmélyülve éljek, és úgy, ahogyan. Szerintem az a szerencsés, aki ezeket az égi úgymond kincseket megkapja, mert ezek maradandók, és ezek valódi boldogságot okoznak, amelyek állandóak, és amelyek soha nem múlnak el, és amelyeket át lehet örökíteni. Az anyagi dolgaimat nem tudom átörökíteni. Tehát azt is mondhatnám, hogy a mai világ nagyon erős illúziókra épül, mivel hogy az anyag ugye azt generálja. Éppen ezért az emberek jó része szerintem illúzióban él. És saját, magát, saját magukat csapják be. Az a kapcsolatban, hogy nekünk itt ugye az anyagi dolgokat kellene felvenni, és így kellene működni. Persze minimális szinten, ugye szükség van az anyagra, azért, hogy a testemet fenntartsam, amíg fönt kell, de minimális szinten, nem úgy, ahogy ma nagyon sokan ezt teszik. Nagyon kevés ember van szerintem, aki, aki örülni tud a picinek, a kevésnek, az egynek. Ki az, aki ma örülni tud az egynek? Hát nem. Nagyon sokan mindenből sokat akarnak, rengeteget. Ugye? És na, újra élet a tólam. Tehát nagyon-nagyon kevés olyan emberrel találkozom, aki azt mondja, hogy neki elég az egy, hogy nem kell neki több vagy akik nem akarnak anyagilag még többet szakítani bármin, akármin. Én, én a kevéssel is megelégszem. Persze mit nevezünk kevésnek? Mert szerintem az egy az nem kevés. Az egy az sok. Az egy az jó. Az egy az pont jó. Na de, hát igen, szóval nem tudom, hogy hányan vannak ma olyanok, akik ugye, akik így gondolkodnak, biztos, hogy vannak, persze, csak, csak ahogyan mondtam, ma ritkábban lehet ilyen lényeket föllelni. Hát maximum azokat, akik saját magukat tanítják meg erre. Persze ma nem ez a divat. Nem az a divat, hogy ma te így gondolkodj, hogy így működj. Ma az a divat, hogy minél bőségesebben élj anyagilag, de ahogy mondtam, szerintem ezek a lelkek emberek annál szegényebben élnek, szellemiségben, lelkiségben, tudatosságban, energetikailag nem jutnak, főjebb nem kapják meg ezeket a tételeket, nem ismerik meg az, hogy a nagy egyetemesség miből áll, hogyan tevődik össze, hogy mi felé kell menni, stb. 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 Persze tudom, amit mondtam, hogy ezt nem tekintik ma értéknek. De nem is azt kell nézni, hogy az emberek többsége mit tekint értéknek, hanem azt, hogy ez a magasabb szintű rendszer mit tekint annak, és hogy számára mi a jó, mi a hasznos, meg hogy egyáltalán miért születtünk vissza, hogy ez a rendszer miért generálta az újbóli testetöltéseket. Hát szerintem ezért, hogy ideig eljussunk, és hogy az égi csatorna által vagy az azon keresztül leáramló infók által gazdagodjunk, fejlődjünk, és hogy magasabb szintekre emelkedjünk. És hogy ha valamiféle dugulás következik, akkor nyilván ezt meg kell szüntetni, el kell hárítani. Az csak úgy lehet, ha leteszem az egót, hogyha megválok ezektől a behatásoktól, és sokkal tisztábban működöm, éberebben, és nagyon sok zavaró tényezőtől megválva. És egy idő után az ember rájön arra, hogy ez a fajta létezési mód sokkal jobb, igazabb, és maradandóbb, mert ez az örökség felé vezet, a többi pedig a kárhozat felé. Tovább lehet fejleszteni ezt a gondolatiságot. Persze, ahogy mondtam, erről már igen sokat beszéltem. Fontos megismerni ezt a szellemi mintát, csatornát. Azt, hogy ezáltal mit tudunk megjeleníteni. Vagy, hogy én mivé válhatok eme által. Talán a 982 felvétel kapcsán valamit sikerült átadni. És persze még biztos, hogy lesznek más felvételek, amelyek szintén ebből a rendszerből származnak, mert amit mondtam, én már igen jól kitisztítottam ezt a csatornát, elég régóta így élek. Én itt sokkal fontosabb dolgokat találtam, mint a Földön fizikális viszonylatban. És ez valóban így van, de ezt már csak egy húsz éves út után tudtam és tudom kijelenteni. Mert hogy ez megvan, tehát ezt ki tudjuk pipálni. Főleg akkor, hogyha látszik is, de szerintem valamennyire fog. Hát a tollam már nem.